tartományi főnöknek a nyilatkozat, az biztos hallom. Kezdetten el nem érdekel. Tegnap hoztam át Kopácsról eszékre ismerősöket, akik olyanokat, akik most voltak 5 év volt először. És volt valaki, aki személyesen volt szerencséje ezt a tankbunkert építeni. Kihozod el azt az érzést? Gyere Józsi, légy szíves, és akkor vedd át. Dopustite mi da vas pozdravim i da vam izrazim zahvalnost što ste danas naši gosti ovdje u Osijeku. Nekaj njako bi dozvoljeno delegaciju te što se pohovanja kadet SGG. Mađarska država učinila za Hrvatsku. Već okolom vole to što je morao koji mene dostajemo tijelo i švajko se njemu da sam je kovala kod SGT. Posebice... Mina Mađarokat, mina forrátoknak, és szívesen szeretettel fogadta be őket Magyarországon. Kao što znate, još preostaje područje koje je sada pod prilazom upravo Baranje, Istočna Slavonija i Zapadni Srijem, u kojoj mislim da proces reintegracije... Mi tőnek előtt is nyilván ismeretes, egyedül még Kelet-Szlavonia, Baranje és Nyugat-Szerém van hátra ahhoz, hogy Horvátország teljes legyen. Örülök, hogy itt lehetek az átmeneti hatóságnál, és megbeszélést folytathatunk olyan kérdésről, ami a magyar kormányt és a magyar közvéleményt. Mi možemo razgovarati o takvim pitanjima kao što je problem reintegracije,
zatim stvari integracije ovog područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. Gospodin veleposlanika Žolta Savić sigurno je pitanjem mirne reintegracije šef mješovitog odbora za, za zaštitu nacionalne prava dakle Mađarsko-hrvatske mješovite komisije. Ezúton is szeretném megerősíteni, hogy Magyarország érdekelt a Horvát-Dunamente mielőbbi békés reintegrációjában. Jóvim putem želim potvrditi... Jednu generalno? Valjda prije njemu znate zašto, jer ja moram ići, ne mogu prevoziti. A onda malo prečite. Isto idete da Vukovar. Da. Ali mi moramo krenuti u Vukovar. Nemam ništa protiv, samo dajte da govorite svi. Cijelo pitanje. Da, da. Jer ovo što on pita, nema veze s ovim. Zato? Da. Šemić od Međunarodnika. Aha. Hrvatska će se držati svih međunarodnih dokumenata, rezolucija i sporazuma koje je potpisala, bez obzira koliko išle one u prilog samom hrvatskom državnom interesu ili ne. Ali nema dvojbe da će Hrvatska uložiti sve svoje napore, utjecaj diplomatski, kako bi dobila što je moguće povoljniji, jasniji mandat radi konačnog završetka procesa reintegracije u području Podunavlja. Mi držimo ono što se sada priprema, da to nije povoljno i da je to kontraproduktivno za sam proces reintegracije. Stoga sam zadovoljan što smo evo danas i sa predstavnicima mađarske vlasti usuglasili stajališta i interes da se što je moguće prije održe izbori i da taj mandat bude što kraći kako bi hrvatska vlast mogla osigurati povratak za sve Hrvate, sve Mađare i za sve one Srbe urediti odnose koji žele u tom prostoru ostati živjeti i dalje. Tehát minél hamarabb kapják meg, azt mondta, hogy ezt a Ukrajna le fogja találni, és két hétből jelent, hogy el is felejtettem ki is, mert akkor beletettem. Átlagban 10-től 30 mentek át, Én Havasi János vagyok, de nagyon megvagyok. Én Havasi János vagyok, de azért megvagyok. Ja, Havasi János, mert elnézzük, kérek Havasi János, nem belül is. Magyar hangja Havasi János. Összekedtem, szóval Cigaretet. Hát itt vehetsz el vicce, itt a eredeti csempészáró. Menj már, Havasi, vegyem már, menj már. Megvagyok, minden. Kurva jó. Nagyobb épületek mindenki rajta. Oké. És nem válaszolok. Tényleg a templom miatt ilyen dolgokat megjavítom. Ez, de a másik az totál károsod fönn a domtetőn. Voltam majd jött, vagy most. Hi, it is my pleasure to meet General Klein here.
engedje meg, hogy bemutatkozzak, én a magyar kormányban, én vagyok a felelős a kisebbségi kérdésekért. Let me introduce myself. I'm responsible in the Hungarian government for the issues pertaining to minorities. Közvetlen főnökem maga a miniszterelnök úr. My immediate supervisor is the Prime Minister. És örülök, hogy megismerhetek személyesen is, hiszen a... It is my pleasure to have an opportunity hiszen to know you in person. Tábornok úr, azt mondja, hogy hát nemrég találkoztam második János pápával, most pedig a legendás Klein tábornok úr. He tells me that not quite recently you just met John Paul II and now you're going to see the legendary General Klein. Nagyon örülök. Szeretnék hogy azt mondjam, hogy gyere csőzd már. Önnek is az egyesemmel. Well, we want to szeretném üdvözölni önöket. As you know, we made quite a bit of progress since last January. Mint tudják, jelentős haladás sikerült január óta elérnünk. And tomorrow we actually celebrate the first anniversary of the Erdőd Agreement. És holnap ünnepeljük az Erdődi megállapodás első évfordulóját. So Ambassador Galbraith and Ambassador Stoltenberg will be down tomorrow. Galbraith és Stoltenberg nagykövetek is itt lesznek holnap. And we'll do a nice ceremony. És egy megemlékezésre fog sor kerülni. And then announce that under Article 11 of the Erdőd Agreement. És bejelentjük, hogy az Erdődi megállapodás 11. paragrafusa értelmében. That will establish this commission, consisting of the contact group. Létre fogjuk hozni ezt a bizottságot, amely a kontakt csoport képviselőiből állna. To monitor the compliance by both sides. Amely a megállapodás teljesítését fogja felügyelni mind a két oldalon. We'll focus it on the Hungarian villages. It's not a pledging obligation, but still something. Well, it's something, absolutely. Thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure meeting you. Bye-bye. We will meet in Budapest. We will be. Thank you very much. I'll find out what the hell the courts are talking about. Yeah, I will be tomorrow. Okay. Yes. Thank you. I do. I'm the commander. Thank you so much. Thank you. Very much. Thank you.
rendszámnak forgalmi engedély. Jó, fölveszed a szőke magát. Bemegyünk úgyis a belvároson keresztül. Akkor a kórház mellett mi? Tevékenykedtek a vukovári hősök? Igen. Ez az? Innen a haradtunk leig. Hát, én azt hittem, hogy ez egy kastély. Ez a kastély. Ez volt a kórház. Igen. Innen hosszolták a betegeket. Ez pedig az újonnan, vagyis ugye most az UTS lánytábornok kiadta a pénzt. Thank you.
Nem, nem különböző az Ézia. Az éjjel akkor. Tudod. Persze, persze. Nem csak az van belőle, ez jó. Vigyázz az Erzsira, nagy valaki elkapja. Jó, hát mondjuk, hogy jó. Hát mondjuk, hogy nálam a csokkal, a tavaly is hallom. Az unokád, Péter, hogy hát nálam. Tessék csak arra menni, amott van a kérdését. Tessék csak erre jönni. Erre jöjjenek, Második, második. Úgy magyarázzál. Nyugodtan. Debrecenből. Pillanat. Debrecenből. Tabajdiak az apai ágon, és én is a szellememben inkább vagyok református. Ön kemény konokunk a református. Forralom szári. Igen. De hogy? Nem olyan ember vagy. Mindenkinek a saját hitjárom lesz, nem már is. Vajos, légy szíves, mostan bográzok Magyarországon járt. Hát az egy szemléletes dolog volt, és egyértelmű. Gyere, Andriskám, ide fogom. Megpróbáljuk ellensúlyozni, és amit akkor nem csináltunk meg, azt most megpróbáljuk behozni az elmulasztást. Én azt hiszem, hogy ennek is jele az, hogy néhány napon belül jön Hegyed Albert úr, a Művelődési Közoktatási Minisztérium főosztályvezetője, tanszereket fog hozni, 200 gyereket érint ez a tankönyv és egyebek, és az, hogy most már az Udvar-Knyezsevo határát kerülve nyitva van, az, hogy külügyminisztérium ellátogatott ebbe a térségbe már ezt megelőzően, jelzi, hogy itt azért most már megfordult valami. Én azt hiszem, hogy talán nem érzik magukat a jövőben annyira magukra hagyatottaknak. Én azt hiszem, hogy az, hogy december 18-án másodszorra sorra kerülő kisebbségi díj átadását a dálaszegi magyar közösség kisebbségekért díj kitüntetést kapja, ez tulajdonképpen az anyaország lerója köszönetét, háláját azért, hogy amit önök itt elviseltek, végigéltek,
végig szenvedtek, és még sajnos nincs vége ennek, bár reméljük, hogy a nehezén azért túl vagyunk. Több. Illetve milyen további segélyakciók lebonyolításához kérjük az önök segítségét is. Én azt vetettem fel a miniszternek, hogy továbbra is válasszák azt az utat, hogy azonos értékűnek és egyenlagúnak tekintik a magyar polgárait Horvátországnak, csak mint a horvátokat, ezen a területen is, hogy a segélyekből, a támogatásból. Tavaly is a Mártonnapi borkostoló? Tavaly is a Kettő széllal érkeztünk ide Horvátországba, hogy egyrészt tárgyalásokat folytassunk Virkics úrral, az átmeneti hatóság vezetőjével, másrészt Klein tábornokkal. Milyen könnyítésekre van szükségük a horvátországi magyaroknak, hiszen számos okmány beszerzése komoly nehézségekbe ütközik. A másik cél pedig, hogy találkozzak az itt élő magyar közösségek képviselőivel, hogy megnézzem, miképpen alakul az életük, hogyan hasznosították azt a 40 tonna vetőmagot, 60 tonna műtrágyát, amelyet a magyar kormány közalapítványa, az új készfogás közalapítvány adott a baranyai, kelet-szlavóniai, nyugat-szerémségi magyaroknak, hogy segítsük egzisztenciális problémáikat. Mi az, amiből konkrétan lehet sejteni, hogy előrelépést hozunk, akár Kleinnel, akár Virkicsel? Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mind Virkics, mind pedig Klein tábornok ígéretet tett arra, hogy felgyorsítják az okmányok kiadását. Másrészt pedig az UNTEASZ részéről létrejön az az ellenőrző csoport, amely a kontaktcsoportból kinőve figyelemmel követi az itt élők problémáit benne, a horvátországi magyarság sorsának alakulását. Egyszer utána már akkor nem fontos a szépen, mert lehet, hogy kevés a poár, később már maradva megyünk.